rágógumizni és sekszétrúgni jöttem. Sajnos a rágógumiból kifogytam, úgyhogy marad a sekszétrúgás. Gerappa! Na, sziasztok, kedves ember entyük, kedves humanoid lények. Én Oszi bácsi vagyok, és ez itt a Heretik végigjátszásának a következő része. Megpucoltam az asztalt, hogy kicsit jobban csúszson az egér. Na, a mai érdekesség az a Minotaurusoknak a leírása, ami igazából a játékon belül Maulotaurusként jelenik meg. Igazából Minotaurus. Szóval a Maulotaurus a Heretik, illetve Hexen sorozat egyik lénye. A Maulotaurusok nagyban hasonlítanak a mitológiai Minotaurusra, azzal a különbséggel, hogy óriási kalapácsokkal vagy maulákkal hadonásznak, amelyekkel pipizúzzák ellenségeiket. Számos távolsági támadással is rendelkeznek. Az egyik egy apró lángoló golyókból álló szórás, amelyet a kalapácsik oldalra csapásával idéznek meg. Egy másik a lángkígyók megidézésének képessége, amelyek a földön és a párkányokon kúsznak felfelé vonalas alakzatban, bár ezeket a lángokat álló vízben kioltja. És ezért hatástalanok. Tehát, hogy a vízben vagyunk, akkor ez nem sebződünk. Hú, ez érdekes. Ilyet nem tudom, azt nem figyeltem még, meg nem tapasztaltam, de majd megpróbáljuk megfigyelni. Jó. A harmadik távolsági támadásuk az, hogy távolról előre rohannak és felnyásalják az ellenfelet, amit úgy tűnik, hogy leggyakrabban közepes távolságból használnak, általában akkor, amikor a játékos megpróbálja optimálisan kihasználni a Phoenix rudat. Optimálisan kihasználni. Mit jelent az, hogy optimálisan? A Maulotaurusok 3000 életerővel rendelkező erősek és szívós lények, a Vaslichhez és a Disparilhoz hasonlóan a Maulotaurusok sem alakíthatóak át a Morphovum segítségével, ugye a tojás által, és a hatalom könyve is hatása alatt sem lehet őket azonnal megölni a tűzmágiával. Disparilhoz hasonlóan a Maulotaurus is 50%-os immunitással rendelkezik a felturbózott Hellstaff esőjével szemben. Hát igen, és itt bal oldalon láthatjuk a Heretikben, ahogy kinéz, jobb oldalon pedig ahogy a Hexenben. Igen. Hát igen, azért az eső, az a tűzeső az egy odabaszós támadás. Na jó, akkor nézzük meg, hogy mi újság van Heretik földjén. Van időm összerakni gyorsan egy epizódot. Jaj, picit hangos. Na, szóval itt vagyunk. Jó zenéjű pályán. The Azure Fortress. Komolyan hangzik. Weech. Na, hogy állunk töltény ügyészetileg? Egész jól. Jó, picit használjuk ezt. Oh my god! De haja... Úgy. Ott van egy újabb könyv, úgyhogy azért majd beugrunk. Repülni is fogunk tudni, úgy látom ezen a pályán. És lehetőleg onnan lehet bejutni oda. Papparamp! Jesus Christ, hova megyünk? Szuper! Die, bitch! Ez az. Áucs! Eddig egész jól állunk. Tojás ügyi minisztérium. Ez egész jól kihasználtuk. Jaj. Ah, ez a sorozatlövés.
veszedelmes dolog. Úgy mennyi életörű ita. Na, ez a teleport, nem tudom, hogy hol ez, de itt van egy sárga, meg egy zöld ajtó. Nézzük ezt a középsőt, hogy ez mit csinál. Két halhatatlanság gyűrű is van. Időnként használjuk már ezt a sima fegyvert is. Jó, iszket a vállam. La 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 la. Azt mondom, hogy most fog jönni egy Iron Lich ott lent. Szerintem ott lent van egy. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de nem. Jó van akkor. Akkor nem szóltam. Lehet, hogy ide később kéne majd benézni. De erős a sodrás. What the hell? Sebződtem az előbb, de mitől? Sodrástól? Valaki Melvin Bondöföt nem vettem észre? Oh yes! Jesus Christ! A secret place is revealed by myself. Lehet megkínálom egy kis tűzlabdával őket. Újné. Hát eddig minden fasza. Itt van egy ajtó, amit még nem néztem meg. A disznójaplos egy. Szóval ez a legnehezebb epizód. Júj! Hú! A háromból, a három alap epizód közül. Olyan a 4.-5. epizód, azért arra is gondolom kíváncsiak vagytok. Na gyere köcsög! Gyere köcs!
Úgy né. Nem valami, itt nincs csapda. Ujj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 
Meg fogunk dögleni, he. Ez hogy lehet ide bemászni? Valahogy biztos be lehet. Van egy felnyitható fal. Gyertek, köcsök, fiúk! Na, ennyit rólatok. Nem sok mindent őriztek. Viszont megvan most már végre a sárga kulcs. Vaj, még itt is van egy ajtó. Hú, ez hova vezet vajon? Remélem, hogy a zöld kulcshoz. Á, itt tojáshoz. It's very good. Itt van egy láthatatlan fal. És át is tudok menni rajta. Vaj, nincs egy másik secret. Gyanús, gyanús a hely. Aha. I knew it! I knew it! Hány szikret van ezen a pályán? 13! Te jó Isten! Lesz mit majd levadászni? Igen, rá be tudnék kúszni, de ez csalás volna. Úgyhogy most megyünk a sárga kulcsos ajtóhoz. Ami visszafelé kell, hogy haladjak ahhoz, hogy megszerezzem, meg itt van egy 100-as pajzs is. Jéj! Imádom ezt a játékot. Úgy, megvan az ölt kulcs is, jéj! Vaj, ez mennyit ad? Ismét vannak rakétáink! Én csak annak hívom. I don't care about you. Vaj, körbe lehet menni, hát persze! Ez milyen durva. Kijátszották itt a szektorillesztésnek a művészetét. Látszik, hogy ez nem infajtolt, nem akarta elkezdeni az infajtolást. Mindegy, nyilvesszőkkel megoldjuk a dolgokat. A problémát. Egy infajt azért kialakult. Minimális jelleggel. Volt egy káoszbot. Ez secret helyének minősül. No problem. I'll rip your head off and shoot it down your neck. Hehehehe.
Jól bírja. Na vaj, ezen nagyon sok szikret van ezen a pályán, vaj. Nyitogassunk itt mindent. Pálya. Ez hova vezet vajon? Durva. Egyik szikret nyílik a másikból. Meg ezt még nem is néztük, ez hova vezet. Lenyílt. Na, itt is mutatott valami szikretet még. Ez a másik oldalon, ahol lehet. Ja. Ja, magát a izét mutatta, a szektort. Jó van. Jó van, gyerekek, jó van. Vágom. Na várjál most akkor... Ja, hogy ez visszahozott a pálya elejére, persze. Oké, jó. Világos, leesett, nem kell kiabálni. Mi volt ez? Na hát, menjünk a sárgát, azt már ugye kimaxoltuk végül is. Jó, akkor menjünk a zöldbe bele. I opened up a new region of the map. Jézus Mária. Lehet, hogy ide át kell váltani erre most. Hey, nézd le, kiröppent ide. Be a bimból lőttek. Aha, jól látom én, hogy ott egy ilyen izé vaslics próbálja a utamat keresztezni. Igen, jól látom. Pont kidugtam a melbimbómat. Mivel zárt helyen vannak, így most még lehet, hogy... hányan vannak ezek? És azon gondolkodok, hogy kéne ezeket ki... írtani. Szexibb módja. Nagyszerű. Mennyi volt, hogy 4 darab? Nagyon lefele visz. Elvis Presley. Valahogy majd ki fog itt nyílni szerintem. Lehet ezt így le lehet nyitni.
Nyitni kék. Vagy lehet, be kell teleportálni oda? Hát én azt nem tudom így most eldönteni hirtelennyiben, de menjünk el szerintem először erre. Oh my god! Úgy van. Esztétikailag fel van turbózva ez a folyosó. Oh yes. Na, dugd ki a fejed. Vannak egy páron. Oh. Jaj, ki tudnak mászni. Hogy nem lapított ki ez? Pedig elvártam volna a játéktól ezt a szarizmust. Oh. I could open this wall! Gondolom, hogy ezt is ki lehet. Tele vagyunk secret helyjel. Mennyi van még hátra? Na, már csak kettő. Viszonylag könnyűek ezek a secretek. Megtalálás ügyi minisztérium szempontjából. Na most vajon ez mit nyitott ki? Oh my god! Minősül szikretnek? Jaj, az összes kinyílt, jaj, vagyis ez feljön, jaj. Jó puska nem győzi nyelni őket. És egy morfóvumot lehet ellőhettem volna. Azt hiszem, hogy megdöglött. Magdaglott. valamit bezáródott. Alright. Ja, hogy ez visszahozott. Aha! Várj, azt tudom, hogy van egy titkos hely, ahol egy még ott 200-as páncél van, de egyáltalán hol van a kivezető út? Azt lenne most jó megtudni. Pam, pam, param. Pam! Pum, 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 pum. Hová ezek itt nyitva voltak eddig is? Nyitva volt eddig is. Hagyma illatot érzek.
Próbáljuk akkor fellelni a titkos helyeket. Igen, ezt gondoltam, hogy ez itt kinyílt. Annyira triviális, hogy gyakorlatilag nem is minősül a szikret helynek. Nem baj azért, mi jól felszedjük a cuclikat. Arra van ott valami. Ez egy szikret hely. Ja, meg várjál! Tényleg a titkos pályára való kivezetés is. Itt található. Mármint, hogy ezen a pályáról, erről a pályáról kell a titkos pályára elnavigálni. És lehet, hogy ez lenne a titkos kivezető. Izei. Egyáltalán hogy vagyunk? Hát még egy szikret hiányzik, úgyhogy azt még meg kell nézni, mert szerintem ez a sima kijárat egyébként. Van egy olyan érzés a lelkemben. A lelkem mélyén leledzik. Szexi érzés. Lefejeltem a falat. Na, valami itt még kell, hogy legyen. Ó, de jó, hogy feljutottam rá. Bram, bam, bam. Ja, hogy ez? A fákját is lövöm. Lövök én ma mindent. Mindent lelövök. Nem írj ki. És akkor ennyi volt? 158, hát még egy ellenség van a pályán, meg egy item. Na már kíváncsiságból mi az a tárgy? Aj, morfóvum. Ja, hát azt gondolom, hogy a elérhetetlen helyen van, ugye? Itt bent. Hát de hogy fogok oda bejutni? Így. De máshogy be lehet amúgy jutni ide? Már nézzük már végig ezeket a falakat. Ja, nem is jegyzi ezt a területet. De egyébként ez egy kicsit ilyen szemétség a játék részéről. Egy olyan helyre is. Hát ezeket is itemként számolja. Ugye az a gonoszság benne, most ezt tojást ezt nem tudnám elérni alapból. Na de várjál! Végül is az összes szikret megvan. Nem tudom, hát ez vagyok, hogy mi most... Na várjál, belemegyek. Nem, na várj, ennek meg, gyorsan utána nézek ennek. Tehát ez az Azure Fortress. Egy másodperc türelmet kérek csak. Hogyha az egeret megtalálja a rendszer. Nem, nem találja a rendszert. Várj, na akkor, akkor muszáj lesz úgy megoldani. Ki kell lépnem. És akkor felnézni a... Na, érzékeljed. Azt mondja, heretik. Biztosra akarok menni. Azure Fortress, igen. A Secret Exit ezen a pályán van, de hol? Na, akkor megnézem. 13. There will be a passage open to east, which leads to the Secret Exit, which takes you to... On the way back from the Phoenix Road room, north of the orthogonal room, you will see a passage which is the opens the door to the exit and also opens the way to the secret. To the room with the low ceiling. The east, which leads to the secret. Oké, tehát az már bizonyos, hogy két kijárat van ezen a pályán. Az már bizonyos, és meg fogjuk találni, ez a sima kijárat. Na most azt mondja, hogy ez a
kapcsoló. Ez. Mivel hol volt? Nézd, hogy a két kijáratot is kinyitott. Ez a kapcsoló. Igen. Tehát akkor egy másik kijáratot kell megkeresni, és valami Phoenix Rod Chambert mondott, tehát ahol egy ilyen Phoenix bot van, hogy ott nyílt ki valami, egy másik kijárat. Na most hol van az a szoba vajon? Ha visszamegyek, ha már teleportálunk, akkor vissza. Lehet, hogy ez az. Vagy ez csak így lenyitotta ezt. Meg fogjuk találni addig. Addig nem tágítok. Ez itt lesz valahol. Tele vagyunk töltényjel. Hogy ez lenne az, de még azért visszanézzünk ide, hogy úgy van. Hol lehet olyan? Szóljatok, hogyha látjátok. Én speciál nem látom. Phoenix Rod. Fuck is that? Hát itt is voltunk már. Egy map scrollt felvettünk, ez alapján mégis meg tudom nézni. Jó, akkor az alapján megpróbálok tájékozódni. Végülis ez a lényege a map scrollnak. Most akkor vissza kéne jutnom ide.
Ja, ez csak ezt jelzi. Aha, de oda nem lehet eljutni. Aha, akkor ez egy téves elképzelés volt. Várj, még ott a főteremben, még ott van valami. Itt a főteremben valami van. Ja, hogy ez nyílt itt ki. Aha, jó. Oké. La 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 la. The Orphidian Lair. Na, én is kíváncsi vagyok, mert amikor én egyszer még régebben végigvittem magamnak ugye ezt a játékot, akkor szerintem ennyire nem voltam részletes, szóval nem kerestem meg minden egyes apró szikretet, csak úgy nagyjából. Lehet, hogy ezt a pályát nem is fogom ismerni, úgyhogy új, izguljatok velem a következő részben. Próbálom most úgy csinálni majd ott a felvételkészítéseket, hogy hétvégére is jusson nektek, heretik, mert az igazság, hogy most ugye hétvégén Balatonon leszek egy barátommal két napra. Fog majd felvétel készülni ott is valamennyi. Úgyhogy majd jövő héten azt megvágom, aztán lesz egy ilyen balatonos videó. Csak így próbálom majd egy kicsit beidőzíteni nektek, hogy minden napra jusson legalább egy heretik rész. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk a következő részben, addig iratkozzatok fel, csatlakozzatok a csatornámhoz. És én Oszkár vagyok. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új? Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra. Nem fogod megbánni.